Csábítól a kandikált a körte rám. Szakmai zsűri előtt szavalták el a választott Petőfi verseket, azok a diákok, akik sikeresen jutottak tovább az előválogatón, a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság, valamint a Tolna vármegyei cigány nemzetiségi önkormányzat által kiírt Petőfi 200 szavaló versenyen. Elsősorban hátrányos helyzetű általános iskolás tanulók nevezését várták, egy Petőfi verset kellett elszavalni, fölvenni és egy megadott e-mail címre beküldeni. A beérkezett 91 pályamű közül március elején egy szakavatott zsűri a 10 legjobbat kiválasztotta, a 10 tanulót hívtuk meg a mai döntőre, ahol 9-en tudtak megjelenni, egy gyermek megbetegedett. Az együttműködésben megvalósított programok fontosak mind a rendőrség, mind a cigányság számára. Az elmúlt években számos pályázatot hirdettek közösen, amikre, mint erre a szavaló versenyre is, nagy érdeklődés volt. Nekem különösen személy szerint nagy örömömre szolgált a mai rendezvény. Az mindenképpen biztató, hogy vannak olyan fiataljaink, és a személyiségükből is tükröződik itt a produkció során. Vannak olyan fiataljaink, akikben lehet bízni, akik értékrendeket fognak kialakítani, sajátos értékrendeket, és ezen belül nyilvánvaló közösségük előnyére, a családjaik előnyére, és abszolút közösségformáló. Az általános iskolás diákok a vármegye több pontjáról érkeztek a szekszárdi döntőre. A nebulók lelkesen készültek a megmérettetésre, mint mondják, a felkészülés alatt olyan versekkel is megismerkedtek, amivel eddig nem találkoztak. A bikácsi diák a költő Híres város az Alföldön Kecskemét című versével állt ki a zsűri elé. Sokat készültem rá, naponta többször is meghallgattam a verset, hogy törekedtem arra, hogy minél jobban el tudjam mondani. És a Petőfi 200. évforduló szavaló versenyre érkeztem. A magyar költő születésének 200. évfordulójára hirdetett szavaló versenyen a legjobbak ajándékutalványokat vehettek át az eredményhirdetés alkalmával.